Sziasztok! Kis Gergely vagyok a Midgeron-tól, mint azt már hallottátok. Anna már esetben nem tudott eljönni, hogy csak én prezentálok. Egy rövid bemutatkozással kezdném. 2007-ben alakítottuk a cégünket, és hát főleg szoftverfejlesztéssel foglalkoztunk mindenféle platformra, mobiltól a szerverig. És 2013-ban úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy saját termékkel is előjönni, és ez lett a Midgeron tulajdonképpen, ez a Midgeron for iOS néven. És ez azt tudja, hogy Java nyelven lehet iOS-ra és Androidra is cross-platform alkalmazásokat fejleszteni. És az érdekesség, hogy két évvel ezelőtt pont ezen a meetupon jelentettük be először a nyilvánosságnak, és onnantól lehetett először kipróbálni. Aztán kicsi gyors ugrással 2015-ben jött az Intel, hogy ők szeretnék megvenni a terméket, és meg is vették, és most már ez a Multi OS Engine-nek a részét képezi. Ez egy új eszköz az Intel. Mi Intel partnerek lettünk, ez azt jelenti, hogy tanácsadási, illetve tréning és fejlesztési partnerei vagyunk az Intelnek, itt a Multi OS Engine tekintetében. Mi is ez a Multi OS Engine kicsit részletesebben? Hát egyrészt egy Java Runtime-ot hoztunk létre, ami iOS-en lehetővé teszi, hogy Java-ban írt appokat futtassunk. Ezt úgy értük, hogy az Android Artot portoltuk iOS-re. Ezen kívül egy Android Studio plugin-t tartalmaz a rendszer, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül Android Studio-ban fejlesztünk iOS-re is. Ez azt jelenti, hogy vagy meglévő androidos projektünket tudjuk bővíteni iOS-es modullal, vagy egy teljesen új projektet tudunk kezdeni, ami vagy csak iOS-es, vagy Android és iOS egyben. Ami érdekesség, hogy Windows és Mac is működik, tehát Windows-on is tudunk iOS-re fejleszteni, csak egy távoli Mac kell, amit a build-elésre használunk, de a debugolást is tudjuk, futtatást is tudjuk indítani Windows-ról a saját kezünkben levő iOS-es eszközre. Ami egy saját fejlesztésünk a Nod.js, ami lehetővé teszi, hogy natív könyvtárakat, C, illetve Objective-C könyvtárakat elérjük. Ezt teszi lehetővé, hogy soha többé ne kelljen ilyeni bindingokat írnunk kézzel. Aki csinált már ilyet, az tudja, hogy ez miért nagyon jó dolog. Ezen kívül natív user interfészeket tudunk tervezni, vagy az Android Studio-ba épített iOS user interface tervezővel, vagy pedig az Xcode-dal közvetlenül. Két példáról mesélnék kicsit bővebben. Az egyik a Graffiti VR, ez egy Google Cardboard alkalmazás. Nagyon szívesen megmutatom egyébként mindkét alkalmazást itt az előadások után. Az érdekessége, hogy portoltuk a Google Cardboard Android SDK-t iOS-re, és így keresztplatformosan lehet most már ilyen VR appokat fejleszteni, amit ki is használtunk. Ezt az appot egyébként az IDF-en mutatták be az Intel Developer Forumon idén. A másik pedig egy demo app, ami a CarHunt nevet viseli, ezzel lopott autókat lehet keresni, és 95%-a a kódnak az megmosztva a iOS és Android között. Hogyha van már egy Android appotok, akkor a Midgeron Analyzer segítségével meg tudjátok nézni, hogy mennyi munka lenne ezt iOS-re is portolni a Multi OS Engine segítségével. Ez egy ingyenes webes szolgáltatást, feltöltöttek az APK-t, és egy-két percen belül e-mailben kaptak egy reportot, ami megmondja, hogy mennyi munka áll előttetek. Maga a Multi OS Engine is már elérhető, tehát amint készek vagytok arra, hogy
elkezdetek dolgozni vele, csak fel kell menni az Intel oldalára és alá tölteni, ez egy teljesen ingyenes termék egyébként. Most köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Igen, először van tudni. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a Java runtime, ami járt meg az iOS-t, de tényleg ott a, egy library-ként a bytecode-ot mutatja az iOS eszközön, vagy pedig a projekt ugyan ezt forgatva és iOS natívvá válik a kérdés az a kérdés az arra vonatkozott, hogy tényleg Java bytecode-ot futtatunk-e iOS-en, vagy mit csinálunk. Én először szeretnék eloszlatni egy ilyen legendát. A Android 5.0 óta semmelyik Android telefon nem futtat Java bytecode-ot, sőt Dex bytecode-ot sem, mivel mielőtt elindulna az app, illetve már a telepítés során natív kódra lefordul. Ezt az ART Android Runtime csinálja, tehát a Dalvik volt az első Android Runtime, ez lett kicserélve az 5.0-ban ART-ra, és onnantól kezdve már csak natív kód fut az Androidos készülékeken is. Mi ezt portoltuk iOS-re, és nálunk fordítási időben, tehát mielőtt összeépítjük az iOS-es alkalmazást, lefordítjuk natív kódra az appunkat, és már teljesen natív kód kerül a készülékre. Ettől függetlenül ez még egy Java virtuális gépnek minősül, hiszen ugyanúgy van a garbage collector, ugyanúgy, mint Androidon működik iOS-en is az ART. Igen? Performance benchmark, mit mutatnak a jelenlegével, ezért milyen overhead-ekkel rendelkezik? Ez sok mindentől függ. Tehát a teljesítményben nincs különbség egy androidos alkalmazáshoz képest, tehát ugyanolyan gyorsan fog futni az alkalmazás, mint hogyha Androidon futtatnád. Ugyanaz a compiler fordítja ugyanúgy ARM-ra, mert ugye a legtöbb androidos telefon az még mindig ARM. De a UI bindingok nem lesz semmiféle performance különbség, mint a Mati OBC-nek, nem az Android-dal összehasonlítás köt, mint egy iOS-en vagyunk, tehát hogy egy Swift-hez, illetve egy OBC-hez képes mi? Valamennyi overhead-je van, itt a UI alapvetően nem észrevett, hogy a UI-nak a performance igényes része az általában eleve az iOS library-kon belül van, tehát nem az appodban. Nincs jelentős overhead-je. Igen? Hozz minket képbe, légy szíves, amikor az Intel megvesz egy olyan 7 éves céget, terméket, mint ti vagytok, akkor az, hogy képzeljük el, mennyiért lehet az Intel, ezt akarom mondani. Megmondani ezt a szeget, de értsük nagyjából, hogy Erre nem tudok, a kérdés az volt, hogy mennyi érlették meg, erre nem tudok panaszolni. De hogy most tud segíteni, és hogy képzeljük el? Hány nulla van benne? Nem, nem tudom. Jó üzlet volt. Kicsit nekem lenne egy egyszerű kérdésem, hogy ment? Tehát így felhívott benneteket valaki az Inteltől, vagy kaptatok egy levelet, vagy hello, megvennénk benneteket? Nem így volt. Érdeklődtek, és e-mailben, ez nem postán. Nem került rögtön spambe, vagy valami? Nem került spambe. Mázli azért. Tehát fejlesztési partnerek vagyunk. Ennél a terméknél. Mennyi pénzt kapok ilyen? Ja, most nem. Vagy sör mellett, Júgi. Sokkal is.
10 év van a viszont. Nem vagy. Nem. Jó, de hagyjuk a passzivatásokat tényleg egyébként. Sörmet kíván mindenki, mert ez kétszer szó. Hát te fizetsz.